Kis felhő. Ha-hó, Pokolyó! Ha-ha! Pokolyónak ma nagyon jó napja lesz. Játszani megy a barátjához, Patóhoz. Mi ez? Azt hiszem, ez egy árnyék. Igen. És úgy látszik, az árnyék téged követ, Pokolyó. Vajon minek az árnyéka lehet? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy minek az árnyéka ez? Igen, ez egy kis felhő. De vajon honnan jött? Itt van Pato. Ő talán tud segíteni. Igen. Hát, ugye így már nem annyira vicces, Pato. Hű, Patónak sem tetszik ez a felhő. Szerintem sír a kis felhő. Felhő sír? Furcsa. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt hinném, hogy sír. De tényleg sír. Megbántódott. Vajon most mit csinálsz, Pokolyó? Támadt egy ötletet? Mi az? Felhő. Értem már. Beszélni szeretnél a felhővel. Csodás ötlet, Pokolyó. De nem biztos, hogy a felhő hal téged. Kiabál! Tű, ez remek ötlet, Pokolyó. Ha együtt kiabáltok mindannyian, a kis felhő biztos meghal titeket. Felhő! Felhő! Sikerült! Szerintem a kis felhő szeret téged, Pokolyó. És szerintem talán... lehetséges ez? Azt hiszem, a kis felhő csak barátkozni szeretett volna.
Barát. Pokolyó, felhő, barátok? Barátok. Szerintem a felhő szeretné elvinni a két új barátját egy kis utazásra. Téged is, Pato! Micsoda móka! Itt van Lula! És itt van Eli! Nézd, Eli! Pokolyó és Pato új barátot talált! Hát igen, ahogy mondani szoktam, semmi sem teszi annyira ragyogóvá a napunkat, mint amikor új barátokra lelünk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Éttermesdi. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mi a tervetek mára? Á, értem! Éttermeset játszotok, de jó! A sapkája alapján arra tippelek, hogy Eli lesz a szakács. És ez azt jelenti, hogy Pokolyó, te pedig a pincér leszel. Most már csak egy vendég kell. Bár csak volna itt valaki, aki eljátszaná, hogy farkas éhes. Szerintem Pokolyónak szüksége volna egy kis segítségre. Láttok itt valakit, aki eljátszhatná a vendéget Pokolyó és Eli éttermében? Pato! Igen! Pato, üdvözöllek Pokolyó játék éttermében. Foglalj helyet. Nézd meg, mi van az étlapon, Pato. Tészta. Incsiklandó. Szegény Pato, úgy látszik, nem szereti a képzelt tésztát. Valami finom gyümölcs a végén. Egy narancs? Jól hangzik, nem igaz? Narancs! Tűha! Egy narancs! Egy léggömb!
Ajaj, szerintem Pátó elég mérges. Mi a baj, Pátó? Hogy nagyon éhes vagy. De, Pátó, ez csak egy játék étterem. Igen, azért is hívják Pokolyó játék éttermének, mert nem valódi étterem. Pátó, éhes kacsalétedre igazán rendesen viselkedtél. Kár, hogy nincs valami igazi ennivalónk, amit odaadhatnánk neki. Pedig tényleg nagyon éhes. Egy valódi süti! Eli, micsoda nagyszerű ötlet! Pátó kedvenc étele a süti. Pokolyó, futás, hívd ide! Süti! Csíha, már itt is van! Ha-ho, Pátó öreg cimbora! Foglalj helyet, és egyél egy kis sütit! Pátó, ne, ó, ne. Pátó, ne, Pátó. Ne, Pokolyó. Pátó azt hiszi, hogy ez a süti játék süti. Mindjárt elejti. Biztos, hogy elejti. Jaj, mit csináljunk? Tudom már, segítenétek mindannyian. Segítsetek, szóljunk Pátónak, hogy ez valódi süti. Ajjaj! Pátó? És egy újabb elégedett vendég. Éljen Pokolyó, és éljen a süti! Pápá, nem sokára találkozunk. Állj meg, Pokolyó! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Hey, nézd csak Pátót! Ho-ho-ho! Gyorsan, Pokolyó, mögötted! Pátó meg mit csinál? Szerintem Pokolyó nem tudja. De közületek tudja valaki, hogy Pátó mit csinál? Ugrókötelezik! Igen, Pátó ugrókötelezik. Vajon ez ki lehet? Hát persze. Ha-ho, Eli! Ha-ha!
Elinek is van egy ugró kötele. Pokoju, ugrókötél. Ja, értem. Szerintem Pokoju is szeretne egy ugrókötelet. Köszönöm, Eli! És most mindannyian együtt ugrókötelezhettek. Ez aztán a jó játék. Kövessétek Elit! Biztos, hogy tudsz ugrókötelezni, Pokoju? Egy, két, há! Ajjaj, olyan könnyűnek tűnt, de nem az, ugye? Tudom már, kérd meg Elit és Pátót. Ők biztos megmutatják, hogy kell ugrókötelezni. Hát, ha gondolod. Egy, két, há. Hoppá. Mi lenne, ha most én számolnék? Felkészülni? Egy, két, há. Pokoju, a kötél. Látod, hogy hol van, Pokoju? Hoppá, bocsánat, Szundi madár. Szegény Pokoju, ugye nagyon-nagyon szeretnél ugrókötelezni. Szükséged van egy kis segítségre. Ki tudná megtanítani Pokojót ugrókötelezni? Kitől kérhetne segítséget? Meg tudja mondani valaki Pokojónak? Hát ez nagyszerű ötlet. Pokoju, kérj segítséget Elitől és Pátótól. Segítesz Pokojúnak? Értem már. Na ez igazán jó ötlet. Ha Eli és Pátó hajtja a kötelet, neked csak az ugrálásra kell odafigyelned. Még nem kezdték el, Pokoju. Pörgetni kell a kötelet, hogy ugrálni tudj. Számoljak neked újra? Jól van. Felkészülni? Egy, két, há! Ügyes vagy, Pokoju! Sikerült! Tudsz ugrókötelezni! Látod, Pokoju? Néha-néha nyugodtan kérhetünk segítséget másoktól. Mert ha nem kérünk, a végén még ugrik egy csomó jó móka. Ezzel véget is ért Pokoju barátunk mai napja. Illetve lehet, hogy még ugrabúrálunk egy darabig. Pápá, nem sokára találkozunk. Pato!
van pokolyó. Ha-ho, pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit szeretnél ma csinálni? Mit szólnál egy... Oh. Pokolyó! Pokolyó! Ajjaj, hová tűnt Pokolyó? Kérlek, hogy keressétek velem együtt. Azt hiszem, szükségem lesz a segítségetekre. Ha-ha! Mi volt ez? Láttátok Pokolyót? Meg tudná mondani valaki, hogy hol van? Ott van! Úgy örülök, hogy itt vagy. Szóval, Pokolyó, mondd, mit szeretnél ma csinálni? Játék! Hű, milyen remek ötlet! Játszani nagyon jó. Mit játszunk? Ó, tudom már. Mit szólnál, ha... Pokolyó? Hát most meg hová tűnt Pokolyó? Lehet, hogy itt van. Nem látom, de várjunk csak egy percet. Mi ez? Pokolyó, te vagy az? Ajjaj, annyira messze van, hogy nem látom pontosan. Lehet, hogy Pokolyó az. Szerintem menjünk közelebb, és nézzük meg. Vajon ez úgy néz ki, mint Pokolyó? Tényleg nem. Pokolyó nem zöld, és nem szúrós. Szerintem ez egy kaktusz. Látjátok valahol Pokolyót? Láttátok? Hol van? Meg tudja mondani nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? Ott van! Hát itt vagy! Jó a szemüveged. Na, mit szólnál ahhoz, ha most játszanánk egy jó kis... Pokolyó, gyere vissza! Vajon most meg hová tűnt Pokolyó? Itt nincs. És ott sincs. Vajon hol lehet? Hű, micsoda meglepetés! Szerintetek ez meg micsoda? Egy hal! Igen, méghozzá egy gyönyörű hal. Tudja-e valaki, hogy most hol vagyunk? A tengerben! Igazatok van, a tengerben vagyunk. Lehetséges, hogy Pokolyó is ide lent van, a sok hal között. Na várjunk csak. Hisz annak a halnak karja van. Márpedig a halaknak nincs karjuk, igaz? Nincs! Te nem is vagy hal, te Pokolyó vagy! Ha-ha. Most, hogy megtaláltalak, mit szólnál ahhoz, ha végre játszanánk egy... hát most meg hová tűnt? Micsoda szépséges erdő, teli gyönyörű virágokkal. De Pokolyót sehol sem látom. Ti látjátok? Mi? Ti látjátok Pokolyót? Megmondaná nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? A virágok között! Igazatok van, hiszen a virágoknak nincs is lábuk. Ha-ha! Ha-ho, Pokolyó!
Nagyon ügyesen elbújtál. Ilyen pokolyó! Na szóval, volt egy ötletem, hogy milyen játékot játszhatnánk. Mit szólnál egy jó kis bujócskához? Hűha mindenit, hiszen mindvégig ezt játszottuk. Pokolyó annyit játszott, hogy elaludt. Szép álmokat, Pokolyó. Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.